egy ünnepi hangulatú fotósarkot állítottak fel az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolában. A télapó társaságában bárki készíthet képet, ami akár ajándék is lehet a család számára. Kik készítették ezt az installációt? Igazából én álmodtam meg ezt a kis csendéletet, ami a gyerekek nagy örömére elkészült, a Mikulással fotózkodhatnak, egy kis téli tájképet készítettünk el, kollégák segítségével készítettem el, és rendeztük be ezt a kis kiállító termet manókkal, téli fenyőkkel, kis téli hangulattal. Az ötlet csak jön, és megálmodom egyik pillanatról a másikra, kitalálom, és igazából nem ezt álmodtam meg, mert egy télanyó és télapó lett volna, és más háttérrel, de ez az ötlet egy kicsit letisztultabb, és úgy gondoltam, hogy ennek talán jobban örülnek a gyerekek, beülhetnek fotózkodni, örömmel töltik el őket, hogy odaülnek a Mikulás bácsihoz, a Manók közé, és olyan csendéletet, olyan képet tudnak készíteni, amit még akár ajándékban is adhatnak, hogyha kinyomtatják. Ez most fő szempont volt, hogy oda tudjanak, tehát be tudjanak ülni az installációba, hiszen eddig azért nem minden alkalommal tudtak egyetlen belemenni, csak nézhették és nem nyúlhattak hozzá. Igen, ez egy új dolog. Egyik farsangon készült ugyanilyen kis fotósarok, mivel nem mindenkihez tud elmenni a Mikulás, így megterveztük nekik egy kis csendélettel, hogy aki nem találkozik magával a Mikulással, a kis küldöttje legyen itt, és tudjon vele fotózkodni, és a kis Mikulás csomagjukat is múlt héten lehozták a gyerekek, öröm volt látni, hogy beültek, fotóztak, és az osztályfőnökük is kis csoportképet készített az egész osztállyal. És már a háttérben lehet hallani, hogy már itt sorakoznak föl a másodikosok. Akkor nézzük meg, hogy mégis ez az installáció hogyan működik. És már is küldöm ide a gyerekeket, és akkor azt szólok az osztályfőnök Niki néninek, és akkor elkezdjük készíteni a fotókat, mert még nem mindenkinek sikerült lefotózkodni. Tehát ez folyamatosan decemberben itt lesz, majd egy kicsi változtatással, majd karácsony előtt télapó bácsi elköszön, és akkor már teljesen téli tájkép lesz fenyővel és havakkal, bízunk benne.